Különleges tematika köré szervezte idén a 48. levéltári napokat a Hajdú-Bihar megyei levéltár, amelynek második napi programja november 17-én a Móricz Pál Városi Könyvtárban került megrendezésre. Ezúttal nem a messzi századok mélyére nyúltak vissza témáért, csak a közelmúltig. Egészen pontosan a létező szocializmus világát, annak is épített környezetünkben felelhető hatásait mutatták be az elhangzó előadások és a reprezentatív kiállítás. A rendezvényt Szendiné Orvos Erzsébet, a Hajdú-Bihar megyei levéltár igazgatója nyitotta meg. A mai konferenciánk témája a 80-as évek Magyarországa lesz. Egy kicsit új a téma, mi mindig régebbre megyünk vissza az időbe, de ennek apropója a 2020-ban indult projektünk, amelyet a Magyar Nemzeti Levéltár a Szentendrei és Skansennel együtt valósít meg, és ennek a projektnek az egyik része az a kiállítás, amelyet a folyosón láthatnak. Ennek a projektnek az volt a célja, hogy megszólítsunk minden generációt és a társadalom minden rétegét, az idősebbeket azért, hogy visszaidézhessék annak az időszaknak az eseményeit, tárgyait, személyeit, a gyerekkorukat, illetve a fiatalabbakat pedig azért, hogy rácsodálkozhatnak arra, hogy így is lehetett élni, hogy ahogy a szüleik gyerekkorukban éltek. Császár Imre alpolgármester úr köszöntőjében kiemelte a levéltárak, a levéltárosok munkáját, akik a különféle rendszerek változásai mellett az állandóságot képviselik. A változásban mindig van állandóság, és a levéltáros kollégák talán ezt az állandóságot tudják mindig is biztosítani. Ők azok, akik gondosan, szakszerűen ügyelik, felügyelik a múltunkat, és lehetőséget biztosítanak szakmabéliknek, kevésbé szakmabeli emberek számára, érdeklődők számára, hogy betekintést nyerjenek a múltba. A történész szakmának ugye ez egy szép hitvallása, hogy csak arról tudunk írni, amiről eleink írtak, vagy valamiféle emléket hagytak, legyen az valamilyen tárgyi emlék, vagy itt a 20. században abban a szerencsés helyzetben vagyunk, és a 80-as évek pedig már kimondottan ez az időszak, amikor gazdag fotóállomány, videók, felvételek készültek, amivel tudjuk rekonstruálni, tudunk valamit visszaadni az itt élők számára. Az első Drávicki Imre helytörténeti pályázatra beérkezett pályamunkák eredmény hirdetésére is ezen a rendezvényen került sor. Eléggé szabadon értelmeztük a pályázat kiírását, hiszen azt gondoltuk, hogy bárki, aki pályázni szeretné és írni szeretne Hajdú János történetével kapcsolatosan egy visszaemlékezést, egy dolgozatot, egy családtörténetet, az mindenki pályázzon. Tehát gyerek, középiskolás és felnőtt kategóriákat hirdettünk. A pályázatra 9 pályamunka érkezett, 2 kategóriában, felnőtt és középiskolás kategóriában. Van, aki több pályázatot is küldött be, és így ezek közül tudtunk eredményt hirdetni. Örültünk neki, hogy nagyon-nagyon szertágazók voltak a témák, hiszen ez a cél, ez a legfontosabb, hogy minél többen fogjanak tollat, ragadjanak laptopot, és rögzítsék azokat az információkat, amik még felelhetők a városban, akár családjukról, akár a településről. Daróczyné Bordás Andrea előadásában a könyvtár és a múzeum történetét követte nyomon. Az első kulturális intézmények, mondhatjuk azt, hogy a településeken, főleg az alföldi mezővárosi településeken azok az olvasó egyletek voltak, akik a városnak a szellemi értékét képviselték. Ezek az olvasókörök nagyon sokfélék voltak, lehet látni, hogy függetlenségi kör, a kaszinó, tehát az úri réteg is megjelent benne, de ugyanígy iparosok is jártak, és nem csak iparosok, hanem még a tanyavilágnak is megvolt a saját olvasóköre, akiknél elérhetőek voltak a korabeli újságok, a korabeli könyvek, az élclapok is tulajdonképpen. Tehát aki nem tudta megrendelni otthon magának, nem tudta természetesen hozzáférni, egyértelmű, hogy ezekben a körökben mindig frissen eljuthatott hozzá az az információ, az a kultúra, az a kincs, amire szüksége volt. A folytatásban Buczko József készülő új könyvének témájáról, a hajdunánási kockaházakról tartott előadást, bemutatva ennek a városképet átalakító építészeti stílusnak a létrejöttét, elterjedését, majd napjainkban történő átalakulását. Átformálta a városképet, azon belül az utcaképet, átformálta az egész országot, de valahogy olyan szépen elsimult, belesimult a hétköznapi valóságba, hogy természetesnek gondoltuk. Olyannyira, hogy amikor néhány esztendővel ezelőtt
Magyarország minden településén, így Hajdunánáson is megszülettek a bizonyos települési arculati kézikönyvek, általában, és ez Hajdunánásra is igaz, tudomást sem vettek arról, hogy különben az épített környezet több mint 50%-a kocka formájú ház. Például Nánás esetében csak azt látjuk, azt olvassuk, hogy a régi hosszú házakat egy utcai helyiség hozzáépítésével ellalakúvá formálták. Ez azért érdekes számunkra, mert az utcáról nézve kockának tűnik, pedig a valóságban egyébként nem az, sok esetben soha nem is vált azzá. 1960-ra Hajdunánáson, mint mindenütt az országban, lezajlott egy nagy állami tulajdonba vételi korszak, aminek eredményeképpen most nagyon röviden és vázatosan fogalmazva a helyi lakosság birtokában tulajdonképpen csak a házak tartoztak, vagy maradtak, illetve a házak megépítésének lehetősége. Ez vezetett el 1960-tól kezdődően oda, hogy mindenhol az országban a lakosság, a fiatal házaspárok, a fiatalok, akik családokat terveztek, gyakorlatilag egy egészen másfajta, egy egészen újfajta háznak a megépítéséhez fogtak. Szokták mondani egyébként, hogy kádárkocka, meg hogy felülről irányított, meg hogy párt által meghatározott, stb. Én meg kell mondjam, hogy ennek konkrétan semmiféle nyomát sehol nem találtam, amint hogy például az elnevezésnek sem. Így, hogy kádárkocka, ezt nem használták, nem ismerik, sőt, inkább sértőnek is tekintenék valamennyien, hanem akkor mi lehetett a neve ezeknek a házaknak? A korabeli sajtó és a helyi emlékezet is úgy őrizte meg, hogy ezek kockaházak, vagy éppenséggel nézetes házak, vagy sátortetős házak, de leggyakrabban családi házak, ami azt gondolom igazán és szépen kristálytisztán kifejezi azt, hogy mit is jelentett számukra. Barna Anita egyetemi hallgató Tedej település rész fejlődés történetéről tartott értekezést az 1949 és 1989 közötti időszak tekintetében. Az itt kialakult mesterséges lakótelep elválaszthatatlan az állami gazdaság lététől. 1949-ben, miután létrejött a Hajdunánási Állami Gazdaság, a Tedei mai Tedei területet jelölték ki a gazdaság központjaként, és a termeléshez szükséges, tehát mint egy üzemi központ, tárolóhelységek és gazdasági épületek mellett ugye létrejött egy lakótelep. A rendezvény záró előadását Kutas Imre doktorandusz hallgató tartotta, mégpedig az Újházhelyről. Köztudott, hogy ennek a városrésznek nincs nagymúltú története. Gyakorlatilag az 1940-es évek végén indult el itt az építkezés, a jelenlegi Tarkálmán, Brassai, Pázsit, Lilium, Eszlári, Nyúl, Nefelencs és Kabai János utcák területén. Az 1945-ös házhelyosztással párhuzamosan alakult ki ez a településrész. Az igénylőknek, házhelyigénylő kérdőíveket kellett kitölteniük, amelyekben alapvető adataik megadása mellett számot kellett adniuk arról, hogy rendelkeznek-e a belterületen lakóházzal, vagy pedig beépítésre szánt belterülettel. Mégpedig azért kellett ezt megtenniük, mivel későbbi források elárulják, hogy azokat az igényeket bírálták el pozitívan, akik ekkor, tehát a házhelyigénylés időpontjában 45-ben már családos emberek voltak, legalább egy gyermekkel rendelkeztek, és nem rendelkeztek a belterületen sem lakóházzal, sem pedig beépítésre szánt telekkel. A telep fejlődése nagyobb lendületet majd csak az 1960-as években, a TSZ-esítés idejében kapott. A TSZ-ek a tanyákban ugye gátló tényezőt láttak a közös gazdaság kialakításában és a közös gazdálkodásban, és ekkor igyekeztek a tanyai lakosságot arra bírni, hogy beköltözzenek a belterületre, és ennek egyik oka lett az, hogy nagyon sokan az Újházhelyre költöztek be ekkor a 60-as évek első felében. A rendezvényt kísérő kiállítást mindenkinek ajánljuk megtekintésre, hiszen egy olyan világ köszön vissza a tablókról, amely szüleink életkörülményeit, mindennapjait mutatja meg, és sokaknak idézheti meg saját gyermekkorát, amint egy 5 évtizedet átölelő tárlatanyaga.